Júniusban Karcagon birkaétkek az asztalon. A fesztiválok évében 12. alkalommal rendezték meg a karcagi birkafűző fesztivált. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, rövid leszek, két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy általában a birkafőző fesztiválok alkalmával mindig azzal küzdöttünk, hogy iszonyatos hőség van. Többször volt már kánikula, 30 fok fölötti meleg. Hát ezúttal most azt kell megpróbálnunk, hogy az eső vajon mit hoz egy fesztivál számára. De itt is van két jó hírem. Az egyik jó hír az, hogy ha a kondérban is esik az az eső, az előbb-utóbb onnan el fog párolódni. Tehát senkit ne zavarjon, hogy eső van, ettől még a birka pörköltnek vagy paprikásnak az íze nem fog változni. A másik, hogy itt van a közönség soraiban két meteorológus, Németh Lajos és Visi Károly, akik megígérték, hogy eláll az eső. Köszöntöm őket is nagy szeretettel. Márpedig tudjuk jó, hogy a két meteorológus valahol megjelenik, ott előbb-utóbb jó idő lesz, reményeim szerint. Június utolsó szombatján Karcagon csaknem 200 kondérban főtt a birkatest, a szakácsok pedig a környék valamennyi településéről érkeztek. Közel 200 kondérban főzik a jó karcagi kunsági birkatestet, és nagyon sokféle területről jöttek most főzők. Én beszéltem nem csak karcagiakkal, kunmadarasiakkal, tiszafürediekkel, hanem beszéltem hajdúszoboszlójakkal, debreceniekkel, békéssavaiakkal is. Úgyhogy ez most már egy országos fesztivállá nőtte ki magát, ahol mindenki a saját maga szájéze szerint készíti a birkatestet. Persze azt kell mondanom, hogy a UNESCO kulturális listáján a karcagi birkapörkölt van föltéve, úgyhogy a legautentikusabb főzési mód az, ahogy itt Karcagon csinálják.